két egészen ellentétes félidő volt. Az első félidő elején kicsit megnyomta a Honvéd, a második félidőben viszont végig ti birtokoltátok a labdát, rengeteg helyzetetek is volt, de nem sikerült. Te hogyan láttad belülről ezt a mérkőzést? Igen, az első félidőben eléggé nehezen vettük fel a Honvédnak a ritmusát. Talán a hatodik percben volt is kaptunk egy buta szituációból. Utána úgy gondolom, hogy a gól után egy kicsit történtek több esemény, és pozitívan álltunk ehhez a dologhoz, hiszen az előző hetekben nem úgy jöttek a gólok utáni történetek, tehát gólra gólt kaptunk. Úgy gondolom, most a bekapott gól előni, és egy kicsit így felálltunk a földről, és a második fél időben pedig mindent megtettünk annak érdekében, hogy megfordítsuk a mérkőzést, de sajnos ez volt, nem sikerült. Te szemszögedből mennyire volt nehéz ez a mérkőzés? Ugye Mutarinak is volt több jó lövése, Lenze Fámjának is. Ugye az első fél időben volt ez az ominózus helyzet. Lenze Fámja azért tudjuk, hogy milyen jó játékos. Bevette maga elé labdát, kirúgta a hosszút. Nagyon tudtam volna semmi más csinálni, vagy megakadályozni a góllövéstől. Talán volt még a fél időre akár egy közeli és amit megfogtam. A második félre pedig azon kellett koncentrálni, hogy retonáltam. Kontrából eljönnek, akkor gól nélkül lehozom a második fél időt. Ez sikerült, de sajnos nem tudtam voltani, és így lett az egyébként. Sok időtök most megint nincs a pihenés, ugye szerdán már Magyar Kupa mérkőzés várjátok, illetve jövő szombaton szintén egy hazai bajnoki az Újpest ellen. Milyen a hangulat az öltözőben, hogy készültek a folytatásra? Nem gondolom, hogy letargia lenne az öltözőben, mert büszkék lehetünk erre a játékra, és erre lehet építeni. Még hogyha most is kikaptunk, és az előtt éten, és már az előtt éten is kikaptunk, de próbálunk mindig valamiből erőt meríteni. Most a mezőkövezői mérkőzőből próbálunk, ha itt nyerni tudnánk, akkor tudnánk nekünk egy olyan lökést, hogy megoldást.